Szeretett testvéreim, olvasom a Lukács írása szerinti evangélium 15. részének 25-től a 32-ig terjedő verseket, a tékozó fiú történetének a végét találjuk itt. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt, mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ha a fejezet elejére gondolunk, látjuk, hogy ezekben a versekben válaszol igazán Jézus arra, hogy milyen lelkülettel viseltettek a farizeusok, írástudók, a vallási vezetők az elveszett nép iránt, hogy szóba se álltok a bűnösökkel, vámszedőkkel, utcanőkkel, akik közé Jézus ment és vitte az örömhírt, hogy hozzátok jöttem, hogy gyertek az Isten szeretetébe. És ezek az idősebb fiúk, ahogy itt a tékozó fiú példázatában is látszik, megmutatják, hogy milyen lelkülettel élnek az atyai házban. Nem voltak ők igazán az Isten országában, de a maguk vallásos életével azt fejezték ki, hogy mi vagyunk a rendesek, a jók, akik gürcölünk, akik kitartunk, akik betartjuk a parancsolatokat. És mit mond ez a fiú, mikor az apja kijön, hogy gyere, menj velünk, megjött a testvéred? Egyszerűen megharagszik, és azt mondja, hogy ez a te fiad, mi az, hogy a testvére, paráznanőkkel elverte a pénzt, és tönkretett mindent, és elszórta, eltékozolta. Én meg itt vagyok, és csinálom a munkát, és végzem, és nem adtál nekem egy kecskegidát. Azt mondja az apja: fiam, miket beszélsz? Hát te mindenkor velem vagy, hát mindenem a tied. Ahhoz nyúlhattál volna, amit akarsz, a borjút vágatod le, barátaidnak levágatod, neked örülnöd kellene. Most meg pláne örülnöd kellene, hogy a fiad, a testvéred is megjött, a fiam is megjött. Hát ez végigment egy olyan úton, ami neked nem kellett végigmenned. Hát ez nem csak, hogy eltékozolta, hanem megszenvedte ezeket az esztendőket. Hát majdnem belepusztult, nem csak lelkileg, testileg is. Hát neked milyen jó dolgod van. A fiú nem akart bemenni. Testvéreim, ez bizony a hívő nép állapotára is egy bizonyos jelzés, hogy tékozó fiúként
milyen hálás volt a szívünk, hogy örültünk, hogy Isten közelébe élhetünk, minden olyan újdonság volt, az a békesség, az a más légkör, az életnek az értelme megtalálása, és egy idő után megszokottá lett sokaknak, megunottá lett. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy na minek is örüljek. Olyan példa előttem az a jogász újságíró nő, aki élete derekán találta meg Jézust. És amikor megtért, sírt, nagyon sírt. Mondom, miért sír? Azt mondja, azért, hogy mennyi éven ment el Jézus nélkül. Mondom, hát hagyja már azokat az éveket, hát most már megvan, megtalálta az Úr, meg egymásra találtak. Akkor újra elkezdett sírni. Mondom, miért sír? Örömömbe. Hát azóta is évek teltek el, de valahogy átsüt ennek az öröme a szívén. Nála valahogy ez megmaradt. Biztosan küzdelmeken megy át, de így kellene. Ezzel a boldog hálával idősebb fiúknak fogadni az újonnan érkezetteket. És ez a példázat, ez nem is annyira a tékozló fiúkról, fiúról, meg a bátyjáról szól, hanem az atyáról szól. A tékozló atyáról, aki a kicsire is, a nagyra is, mindnyájunkra tékozolt, odáig tékozolt, hogy egyszülött fiát adta a keresztre, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.